Rendben, mindenkit szeretettel köszöntünk, élőben vagyunk a Zoom-on. Minden tolmácsunk is itt van, Illa. Azt hiszem, ha nem tévedek, akkor 13 nyelvünk, 12 nyelvünk van. Nincsen technikai okokból most lengyel tolmácsolás, de legközelebb egészen biztosra megyünk, hogy legyen lengyel tolmácsolás is. Nagyon jó mindenkit látni. Itt van velünk Anna Becker, Edward, Ilja és én. Nagyon izgatottak vagyunk a mai hívás kapcsán, mert nagyon jó híreink vannak. Élőben vagyunk a YouTube-on is, úgyhogy bátran osszátok meg a daisycrowd.com linket. A Zoom-on vagy a YouTube linken is lehet csatlakozni a csapatnak. Kiküldhetitek a híreinket, ezt a linket is. Nagyon jó hírekkel szolgálhatunk. Edward írja, Anna Becker, nagyon jó mindig itt lenni veletek minden hónap elején. És hát kérdezem, hogy hogy vagytok? Nagyon jól, nagyon jól. Nagyon várom, hogy személyesen találkozzunk Európában, meg Dél-Afrikában. Igen, először Dél-Afrikában találkozunk. Igen, tény és való, hogy személyesen fogunk találkozni. Személyesen, igen. Mi, hogy ezek a fickók nem ismerik egymást? Nem, akkor személyesen találkozunk. Igen, mert hogyha angolul úgy fogalmazol, az félreérthető. Nagyon izgatottak vagyunk. Ugye beszéltünk napi szinten arról, hogy ezek a regionális események közelegnek. Európában leszünk, meg Dél-Afrikában, Japánban. Majd erről mind fogunk beszélni. És ugye persze a Phuketi vezetőségi találkozó is majd decemberben lesz, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk ezzel kapcsolatban, és Anna Becker csatlakozik a regionális eseményekhez is, úgyhogy minden egyes piacon nagyon jó időt fogunk együtt tölteni, majd erről fogunk még beszélni, de Dél-Afrika szeptember 2-án lesz Fokvárosban, Budapest, Magyarországon az európai esemény, szeptember 9-én lesz, és október 10-én pedig Oszakában leszünk, Japánban. Úgyhogy tényleg három nagyon ütős, erőteljes regionális eseményről van szó. Ezeket nagyon várjuk. Akkor mindenkit szeretettel köszöntök. Igazából 3 perccel elmúlt már 3, úgyhogy neki is látunk. Mindenkit szeretettel köszöntök. Mindjárt megosztjuk a diákat. Nagyon jó, izgalmas híreink vannak. Köszönöm szépen, hogy becsatlakoztatok. Ismét, ugye a mai hívást, ahogy említettük már, 12 különböző nyelvre tolmácsolják a tolmácsaink élőben, és ezeket a felvételeket a hivatalos YouTube csatornánkra is fel fogjuk tölteni, illetve a Telegram csatornákra is feltöltjük, úgyhogy utcu neki, ne vesztegessük az időt, tényleg jó hírekkel szolgálhatunk. És először is kezdjük a júliusi kriptopoolokkal, tudjuk azt, hogy a késedelem miatt, technikai kihívások miatt, amelyről Anna Becker és a csapata már beszámolhatnak arról, hogy ezeket kiiktatták, és majd halljuk is a beszámolót ezekről a hírekről. De nézzük, a kriptopoolok hogyan alakultak július során. 206 felhasználó lett jogosult 1235 részvényre, és 75 felhasználó kvalifikált 407 részvényre az Achievers Poolban. Ugye tudjuk, hogy az egész piac válja a kripto AI élesedését. Tudjuk, hogy július nem egy nagyon erőteljes hónap volt, mindenki kivárja a dolgokat, az eseményeket, de akik eddig építettek és várakozással tekintettek a Crypto AI élesedésére. Nos, nekik jó hírünk van. A Crypto AI az Achievers Poolban augusztus során egy új Crypto AI-jal indul el,
ez az új kriptomesterséges intelligencia készen áll, az első belépési jeleket várja, bármikor ez megtörténhet, és nagyon izgatottak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy az első havi teljesítményt meglássuk most augusztus során. A Builders és az Achievers Poolban a kifizetések most szeptember 1-jére esnek, tehát szeptember elején látjuk majd a kripto mesterséges intelligenciának a teljesítését. Mivel a kripto AI élesedik, de késedelmemmel, vagy kés is van ebben, emiatt a kvalifikációs időszakot az új kripto időszakra kibővítjük egészen a dubai eseményig, és ezeknek a csoportoknak az életét egészen 2025 augusztusig terjesztjük ki. Ez nagyszerű hír mindenki számára, aki épít, sokkal több lendületet tudtok így gyűjteni mostantól kezdve egészen a dubai eseményig. Úgyhogy ez nagyon jó lehetőség, használjátok ki a Builders és az Achievers Pool vonatkozásában, hogy a következő 6 hónapban mire lesztek jogosultak. Nézzük csak a júliusi Forex poolokat. Ez az én kedvenc diám, igazából, hát tudom, hogy Edward és Ilja, nektek egészen biztosan ez a kedvencetek. Ugye beszéltünk már erről. Ez a Forex Achievers és Builders Pool teljes eredménye. Én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb rész ebben az az, hogy több mint 19, közel 19 millió kifizetés, nem, 19 milliót meghaladó kifizetése került sor a 2022-es júniusi indítás óta. Ez tényleg elképesztő, mert mindenkinek meg kell értenie azt, hogy ezek a poolok miből is származnak. Ha már 46%-át az 50%-nak kifizetjük, és már a 30%-nak a 27%-át kifizetjük a szinteken, akkor ezek a poolok honnan származnak? Nos, egy évvel ezelőtt körülbelül volt egy hívásunk a Daisy vezetőivel, és ez vetődött fel, mi lenne, hogyha lehetővé tennénk azt, hogy a 2% a plusz, többi a fennmaradót, amit a cég üzemeltetésére használunk, hogy lehetséges-e azt, hogy ezeket a forrásokat a kereskedési csomagokba helyezzük. Ugye minden egyes szintnek egy része az Endotech működését finanszírozza. Beszéltünk már a könyvelőinkkel, a pénzügyi csapattal arról, hogy mit tehetünk ennek vonatkozásában, és minden forrást fogtunk, vettünk, ami elérhető, minden plusz dollár, ami fennmaradt, arról azt döntöttük, hogy a kereskedésben forgatjuk be, a közösség számára elérhetővé tesszük, élő kereskedés formájában, és az ebből beszármazó vagy származó nyereséget visszaforgatjuk a közösségnél, a közösség céljaira. Úgyhogy igazából egy ilyen bónuszpult hoztunk létre a kávé semmiből. Közel 20 millió USDT lett kifizetve a Builders és az Achievers Poolban az elmúlt 12 hónap során. Én nem hiszem, hogy van még egy projekt a Földön. Ez egy plusz bónusz kategória a 200 millión túl, amit már kifizettünk a bónusz pleneken túl a Builders és az Achievers körében. Közel 20 millió dollár bónuszt kaptak a bónuszpoolokon keresztül, úgyhogy most át is adnám neked a szót, Edward és Ilja, mert ez nagyon ütős, ez tényleg elképesztő. Mindenki a közösségben, remélem, hogy meg is ünnepli ezt a tényt, hogy a Daisy jutalmazási rendszere, amellyel mi tényleg a lehető legjobbat akartuk az asztalra tenni, hogy a tagjaink, az építők legyenek a csúcson, és azt akartuk, hogy mindent megtegyünk, amivel biztosítani tudjuk azt, hogy a terepen lévőket amennyire csak lehet jutalomban részesítjük, és én remélem, hogy ez vissza is tükrözi ezt.
át is adnám a szót, Edward, hogy bármi, amit én kihagytam, vagy bármi, ami nem stimmel, akkor azt tudj engem kiegészíteni. És amikor megnézem az adatokat, hát tényleg elképesztő. Gondoltam, hogy ezt meg is kell mutatni a közösségünknek. A back office-ban ugye most látjátok azt, hogy mennyi jutalmat kapnak az emberek, a jutalékok hogy alakultak, de ezek a számadatok abban nincsenek benne. Ez egy plusz 9 milliós összeg. Az EdoTech csapattal beszélnünk kellene erről, egyeztetni kéne, mert hát ezek is nagyon fontos témát jelentenek, és nagyon fontos látni azt, hogy néha a több, az tényleg sokkal több, de itt az, hogy mennyi időt fordítottunk a kifizetésre, hát ezek nagyon izgalmas hírek. Ezt az egészet úgy indítottuk el, 500 ezer dollárt raktunk bele, mi hárman, hogy elindítsuk a folyamatot, és ugye a következő bejelentés pedig nagyon izgalmas lesz ezzel kapcsolatban, ha nem tévedek. Igen, igen, abszolút. Én egészen fel sem fogtam, amíg el nem kezdett mondani, hogy ezek a bónusz pulok még a jelenlegi adatokban nincsenek is beillesztve. Tehát az, hogy mi mit értetek el eddig a Daisy-vel, igazából abban nincs is benne a Builders és az Achievers Pool. Úgyhogy most a bónusz pulok vonatkozásában elérkeztünk az állandó részvényekhez. Az állandó részvények a Builders Poolban le vannak zárva. Nézzétek meg a kifizetéseket. Ugye itt a számadatok alacsonyabbak. Hát miért? Mert láttuk azt, hogy az elmúlt pár hónapban a teljesítmény a Forex kereskedésben nem volt annyira erőteljes, mint korábban. És majd ezt látjuk, majd egészen biztosan, hogy megfordul, de a lényeg, hogy a teljes jutalmazás is sokkal erőteljesebb lesz. Tehát ez a szakasz, amelyben most vagyunk, de ami izgalmas ezzel kapcsolatban, az az, hogy én ezt mondtam már korábban is, ez egy tényleg izgalmas hír, akik állandó Builders részvényre tettek szert, tehát a Builders Pool kapcsán is ez sokkal erőteljesebb és nagyobb lesz, mint ez a Achievers Pool, mert hogy kamatos kamat, tehát egymásra épülő módon történik a folyamat, és Dubajban lesz majd meglepetés, de erről beszélünk is egy kicsit ma, hogy nézzétek csak meg, hogy 127 dollár 8 cent a Builders, és 968 pedig az Achievers részvény, úgyhogy ez továbbra is növekedni fog. Hónapról hónapra 50%-os egymásra épülő megközelítés van, és hát ezek a bónusz poolok erre a hónapra közel 20 millió USDT lett már kifizetve ezekben a bónusz poolokban. Pár további bejelentés, korai bejelentés a Forex kapcsán, május 31-én, 2024-ben majd, ahogy korábban már említettük, a Forex Achievers Pool véget ér. Tehát május 31-én, 2024-ben az Achievers Pool véget ér. Az állandó Forex Builders Pool viszont továbbra is kifizet, további két hónapon keresztül, egészen 2025. május 31-ig, akinek állandó Builders Pool részvénye van, csak tudja azt, hogy még plusz egy évig, május 31-ig történik a kifizetés. Úgyhogy a bónusz poolok még két éven keresztül folytatódnak, ezzel pedig látjuk azt, hogy a Builders Pool kiterjesztett állapotban 2025. május végéig működik. Igazából ez meglepetés kellett volna, hogy legyen, de hát egy kicsit zsákba macskát túl hamar árultuk el, nincsen már zsákba macska, mert szerettük volna megmutatni, hogy ez micsoda öröm a közreműködők számára, és 2024. május 31-én jelen pillanatban 6,5 millió dollár van felbontásban a
bónusz poolba behelyezve az elmúlt 12 hónap során, és ez a 6,5 millió dollár, amely ezekbe a poolokba lett helyezve, ez fel lesz bontva, és a Pacesetter Gold és a Pacesetter Leader poolban lesz kifizetve. A Pacesetter poolból jön ki, ez vissza is fog kerülni a Pacesetter Gold és a Pacesetter Leader poolokba, de a fennmaradó összeg közel 10 millió, plusz 15%-os májusi kamatos kamat, úgymond, az állandó Builders Poolba lesz áthelyezve, és aktív lesz még egy évig, tehát ahogy mondtam, 2024-et követően 2025. május 31-ig. Úgyhogy ennek a porciója, amely ilyen részletekben van, ez visszakerül a Pacesetter Goldba és a Pacesetter Leadership Poolokba. A fennmaradó összeg az Achievers Poolból pedig átkerül az állandó részvények közé a Builders Poolban. Ahogy említettük, a Builders Pool állandó részvény tulajdonosainak nagyon nagy meleg szeretettel gratulálunk. Tudjuk azt, hogy következő 2 év során ez csak tovább fog növekedni, és ugyanez elmondható a kripto pullal is, ez idővel növekszik majd. Hogy Edward és Ilja, nagyon sok ember kérdezte tőlünk azt, hogy mi a helyzet a Builders pullal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez igazán az a fajta hír, amelyet talán egy picit túl korán, de mégiscsak örömmel osztottuk meg. Amikor láttam a Pacesetter csoportban az üzenetedet, hogy 2 évig fog ez futni, húha, ezt már most bejelentjük. Jeremy, mit csinál? Asztal, ez így felvetődött bennem. Mi beszéltünk erről. Na mindegy, most már ezt elárultuk. Mindenki, aki a Builders Poolban részesedéssel rendelkezik, hatalmas gratuláció. Mert hát a hírek még jobbak, nézzük csak. A dubai eseményre vonatkozó ilyen poolok kapcsán $532 ér a dubai résztvevői pool. Mennyi? Tehát 100-120 dollár volt a belépőjegy, és csak azáltal, hogy valaki részt vesz, ugye már $532-t ér a részvétele, annyival megnőtt, és a dubai ajánlási pool pedig közel $3000-t ér részvényenként. Én azt gondolom, hogy a Daisy az első projekt, amely ténylegesen a tagokat ennyire támogatja, hogy az eseményen részt vegyen mindenki. Nézzük csak, hogy mennyire ütős ez elsődlegesen is. Minden egyes dollárt, amit a jegy értékesítésből kapunk, ezeket a forrásokat érőkereskedésbe forgatjuk be, és ezt szétosztjuk a közösség tagjai között. Úgyhogy a cég a zsebéből működési költségek vonatkozásából vesz ki összeget, és fizetünk ezekért az eseményeket, még meg se szerveztük. De már $1 millió költség helyett látjuk azt, hogy ahelyett, hogy magunkat fizetnénk ki, igazából ezt az összeget forgatjuk be, és hát ilyen soha korábban nem történt az iparágban, és persze a dubai esemény vonatkozásában ez tovább folytatódik. Nagyjából 30 nap múlva, szeptember elején minden profit 50%-át kifizetjük a tagoknak, és a második kifizetés, a végső kifizetés pedig februárban a dubai eseményt megelőzően lesz. Szeptember első hetén lesz az 50%
profit kifizetés, és a második pedig a dubai eseményt megelőzően. 2177 jegyet adtunk el eddig a dubai Limitless konferenciára, és tényleg itt az idő, hogy felgyorsítsuk a folyamatokat. El szeretnénk érni azt, hogy az év végéig 10 000 jegyet eladunk, és hogyha még nem regisztráltál, a csapatod nem regisztrált, akkor ezeket a jegyeket érdemes minél hamarabb megvenni, és mindent tegyetek meg, hogy erre sor kerüljön. Ugye ez egy olyan esemény lesz, amely az egész iparágat meg fogja rázni a közösségnek február 22-én, 21-22-én olyan hírekről fogunk beszélni, amik teljesen újszerűek, és teljesen új szintre visszük majd a mesterséges intelligenciával való kereskedést. A Forex az továbbra is kereskedik, egészen addig, amíg minden folyamat megvan. Ezeket a szinteket, a kriptoalapokat átvisszük a Forexben, és ezek folytatódnak majd a Forexben, egészen addig, amíg minden fiók, vagy minden számla nincsen pozitív alapon, a tagok, akik hozzájárultak a Forex szintekhez, az ő teljesítményi díjrendszerüket a kriptotranszferre, a Forex egyes szintű idő bélyeget fogja követni, az alapján történik. Azok a tagok, akiknek nem volt Forexük a transfert megelőzően, nem lesz ilyen teljesítménydíj felszámolva, egészen addig, amíg profitot érünk el. És ha már az új crypto AI stabilizálódik, akkor a tagoknak lesz az opciójuk, hogy az összegeket Forexben tartsák, vagy azt a kriptóba vissza utalják. A kriptojáj tényleg elképesztő teljesítményt fog biztosítani, ahogy nő ez a lendület, akkor így megyünk tovább az új decentralizált alapmodellre, és továbbiakban pedig a vezetőket fel szeretnénk készíteni előre az új decentralizált alapmodelljére, ami azt jelenti, hogy egy volumen alapú jutalmazási rendszert fogunk kialakítani, Puketen például, ahol a csúcsvezetőkkel fogunk találkozni. Ezeket a részleteket mind részletesen megosztjuk veletek, visszajelzést is fogunk kérni tőletek, bármilyen visszajelzés, ami szükséges ahhoz, hogy jól végezzük a munkánkat, mert szeretnénk maximalizálni a közösségi finanszírozási modellt, és maximalizálni szeretnénk az új alapmodelljét nagyon erős, ütőteljes modellel, és fennmaradó 6 hónapot arra fogjuk használni, hogy az engedélyezést befejezzük, ugye ez a DeFi alap vonatkozásában fog, tehát 6 hónap mostantól februárig, hogy tényleg maximalizáljátok a végső 6 hónap eredményeit a DAISY finanszírozási, vagy közösségi finanszírozásában, és a kripto, amint élő lesz, beintegráljuk a Forexbe, és a következő 6 hónap a legütősebb 6 hónap lesz, amire valaha is sor került a történetünkben. Tovább folytatjuk az új 5%-os tőke forgatást. Van ez az olyan tőke fiókunk, amit tovább visszük Dubaiig egészen. A tőke az 5-ös szinten indul, most augusztus hónapban folytatjuk tovább ezt a tőkét a kripto szintek vonatkozásában. Emellett nem csak a hagyományos összeget kapjátok, hanem 1,25-szörös tőkét kereshetsz a kripto szintekkel augusztusban. És a Forex 5-ös szint is a rendszeres hagyományos tőkét is használja ebben az új poolban,
Úgyhogy van ez az 5%-os, már 2 éve megvan ez a tőke alap a Daisy-ben. Több mint 2 év. 5%-os tőke alap, és most pedig egy új 5%-ot nyitottunk meg, amely csak és kizárólag nagyon rövid időre áll majd rendelkezésre. Pár hónapja nyitottuk meg, és februárig elérhető, még csak nem is egy teljes egész évig elérhető ez a tőke lehetőség. Ez egy nagyon izgalmas pool, ez a kezdeti equity poolnál még izgalmasabb és még jobb, és a momentum csomagok is folytatódnak a 3-as szinttel. Egy momentum csomag lehetséges szintenként. Ezek folytatódnak a kripto és a forex vonatkozásában is augusztus havában, és a kriptóval, a momentum csomagoknál azt látjuk, hogy 1,25-szörös tőkét lehet keresni a kriptó 5 plusz szintekkel. A forex is a normál tőkét tartalmazza, és a momentum csomag pedig 90%-ban a befizetéseket élőkereskedésben helyezi át, hogy teszteljük és fejlesszük a rendszert. Itt nincsen változtatás, az 1,25 az 1,05 az augusztus hónapra ki lett terjesztve, a kripto Builders Pool folytatódik, itt sincs változás, új kripto 5-ös szintű tagnak kell lenned, vagy kripto vagy forex 5-ös szintű befizetőnek, és 5 személyes ajánlásod kell, hogy regisztráljon a dubai eseményre. Ez az 5 nem feltétlenül egy naptári hónapban kell, hogy legyen, bármikor lehet, minden másnak augusztus hóban, a naptári hónapban kell történnie. 5 állandó részvényt kapsz a Builders Poolban, és 25 részvényt az új 5%-os tőke alapban. Ez egy nagyon ütős, erőteljes Builders Pool, mert nem csak becsatlakoztatunk, hanem további tőkére válsz jogosultá. Ez tényleg nagyon ütős az, hogy te részvényre tudsz szert tenni az equity csomagban. Ilyenre soha korábban nem volt lehetőség, de most azáltal, hogy a Builders Pool-t a kriptopromócióban megszerzed, ezáltal az 5%-os tőke poolban biztosítasz magadnak helyet. Ugye ez a legtisztább equity, vagyis tőke lehetőség azok, akik a Builders share-re jogosultak, azok részt vehetnek ebben. Nos, mindenki, aki fel nem használt személyes ajánlással bír, és 5-ös szintet vásárol, az a jogosultságát tovább viszi a következő hónapban, hogyha még abban a hónapban jogosultá válsz. Tehát az 5 ajánlósod megvették az eseményre a jegyüket, akkor válik az a részvényed élővé a dubai eseményen. Ugye részt kell, hogy vegyenek az ajánlottak. Tehát annak érdekében, hogy a Builders Poolban maradj, a személyes ajánlottjaidnak, akik megvették a jegyet, részt is kell venniük a dubai eseményen annak érdekében, hogy te a poolban bemaradhass. Az Achievers Pool nincsen változás, 200 ezer dollár az unilevel szintű mennyiséget illetően, és több ez nem lehet több, mint 50% egy unilevel csapatból, és egy állandó részvény, ez a Achievers Poolban, a személyes hozzájárulások beszámítanak a 200 ezerhez, és a forex szintek is hozzá járulnak a 200 ezerhez, illetve nincsen korlátozva a részvények száma. 2020. május 21-ig történik a kifizetés a dubai eseményre vonatkozó pool kapcsán, ugye ez egészen a dubai eseményig él, és két új dubai eseményre vonatkozó
csomagot indítunk 2024. február 21-én a résztvevői csomag kapcsán. Aki részt vesz az eseményen, akkor kapsz egy részvényt az egyes poolban, hogy ha két ajánlottad részt vesz az eseményen veled, és egy második részvényt kaptok, vagy kapsz a részvételi poolban, a promotor pool vonatkozásában meg egy részvényt kapsz a kettes poolból, minden öt személyes ajánlottad után, hogyha részt vesznek az eseményen, annak érdekében, hogy ne essél ki ebből a körből, vagy a részvételi körből, aki jogosult a promoter poolra, az egy részvényt fog a részvételi poolban kapni. Hogyha az eddigi hír izgalmas volt, akkor a következő eseményen való részvétel még izgalmasabb, mert mindezeket a forrásokat visszük tovább, és az összes új forrás is megy tovább, és csak továbbra növekszik egyik eseményről a másikig az összeg, és ez egy nagyon erőteljes program, mindenki, ki támogatja a Daisy-t, és ami pedig a gyűrű, a Daisy gyűrű, jogosultakat illetik, a kvalifikáció határideje december 1, Phuketen lesz majd a gyűrű elismerés átadása, vagy lehet, hogy csak Dubajban, de ha Pacesetter Leader szeretnél lenni, és van legalább egy részvényed az Achievers Poolban, akkor neked a dubai eseményen a színpadon adjuk át a gyűrűt. A kvalifikáció, ahogy mondtam, december 1-ig folytatódik, és nagy elismerésben részesítünk. A vezetői esemény Phuketen lesz, december 7 és 11 között. Remélem, hogy a Daisy-nél minden vezető várja ezt az eseményt. Nagyon izgatottak vagyunk. Beszélünk a Daisy jövőjéről, kapcsolatot fogunk építeni, és nagyon jól fogjuk magunkat érezni ezen az eseményen, hogy hogyan lehet az ember jogosult erre az eseményre. 5 millió USDT befizetése van szükség, akkumulatív módon, unilevel csapatszinten, akár a Daisy és a Liquid is beleszámít, február 20-tól számítóan, tehát az események egészen augusztus 31-ig. Ez az utolsó hónap, amikor jogosult lehetsz. Nem fogjuk ezt a lehetőséget kibővíteni, most augusztus 31-jel lezárjuk ezt a lehetőséget, mert szeptember, október, november során készülni akarunk, lefoglalni a szállást, a repjegyet erre a VIP eseményre. Az 50%-os szabály itt is érvényes, tehát nem lehet, mint 2,5 millió USDT jöhet egy unilevel csapattól csak. Edward és Ilja, hány vezető van most, aki már jogosult? 25. 25, de ellenőrizni kell. Ez a múlt hét végén. A múlt héten volt 25 vezető. Tehát 25 vagy több vezető, aki jogosult részt venni a Phuketi eseményen, ez egy igazi vezetői találkozó, 5 millió USDT befizetés az elmúlt 6 hónap során. Utolsó hónap, hogy elérjétek ezt a célt, érdemes még jól megtolni, mert örülnénk, ha ott lennél velünk, és persze a repjegyet, a szállást, mindent mi fizetünk azoknak, akik jogosultak erre. Nagyszerű időt fogunk együtt tölteni. Itt vannak a regionális eseményeink, szeptember 2-án, szeptember 9-én Budapesten, és október 10-én pedig Oszakában találkozunk, a dél-afrikai regionális, az európai regionális esemény és az ázsiai regionális esemény. Fent vannak a daisyafrica2023.com, daisyeurope2023.com, és majd az ázsiai honlapot a következő pár hét során fogjuk bejelenteni. Cash bónuszt fogunk sorsolni, akár 20 ezer USDT-t lehet nyerni azáltal, hogy részt veszel az eseményen,
ott lesz velünk Anna Becker az összes eseményen, és nagyon várjuk azt, hogy közösen időt töltsünk együtt. Ugye nagyon sokan, több ezeren el tudunk férni ezekben az arénákban, ahol találkozunk, ahol majd a Daisy-nek az igazi velejét, a szívét akarjuk veletek megosztani, hogy nagyon várjuk ezt az eseményt. Mindenkit várunk a regionális eseményeken, szeptemberben és majd októberben. Edward és Ilja, van-e bármi más bejelenteni való, amelyet muszáj említenünk? Nem igazán. Afrika kapcsán tegnap nyílt meg a honlap. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Jövünk Fokvárosba, majd lesznek bejelentések a hivatalos csatornákon is, az afrikai eseményt illetően. Ennyi. Az európai esemény is. Most már 5-7, és Budapesten leszünk. Úgyhogy minden egyes részletet majd átbeszélünk, de nagyon izgalmas dolog újra visszatérni majd Budapestre. Igen, tényleg elképesztő lesz. Nagyon várjuk, hogy találkozzunk. Igen, a világ különböző területéről, és hogyha jönnek a világ különböző részéről vezetők, ugye kapcsolatot építeni, tehát még akkor is lehet jönni, hogyha nem az adott régióban élsz, bátran gyere, támogasd ezeket az eseményeket, tölts velünk időt, jó lenne, ha ott lennél velünk, függetlenül attól, hogy Afrikában, Európában vagy Japánban élsz-e. Most pedig Anna Beckernek átadnám a szót, hogy a 2024-es Limitless eseményről beszéljen, tehát ez a február 21-22-i, tehát nincs is fönt ez az időpont, de a lényeg, hogy tudjátok, hogy február 21-22 Coca-Cola Arena, www.limitless2024.com honlapot felkeresve tudtok további információt olvasni erről az eseményről. Jelen pillanatban 2177 jegy fogyott már el. Szeretnénk, hogyha ebben a hónapban, meg szeptember hóban jól megtolnánk, és nagyon profi módon tudnánk megszervezni. Minél hamarabb regisztráltok, nekünk annál egyszerűbb, hogy jól előkészítsük ezt az eseményt számotokra. A Daisy pénztárcát használjátok erre. www.limitless2024.com. Nos, mindezzel leveszem a képernyő megosztást, mert mindenki folyamatosan azt kérdezgette, izgatottan akarta hallani azt, hogy mikor indul a kereskedés, és mi hogyan fog történni. Itt van velünk Anna Becker. Elvettük a csapatától, mert kemény munkában vannak, de itt van most velünk, hogy beszámoljon a hírekről. Nagyon izgatottak vagyunk a fejleményeket, illetően köszönöm szépen, Jeremy. Én is megosztanám a képernyőmet, remélem, hogy sikerül. Mondjátok, kérlek, hogy látjátok-e, ha sikerül a megosztás. Látjátok? Most még fekete, de majd. Nagyon fontos számomra az az üzenet, hogy lehet, hogy nem tűnök annyira izgatottnak, kérlek, némítsd le magadat. Köszönöm. Nem tűnik, hogy nagyon izgatott vagyok. Nem tűnik, hogy nagyon izgatott vagyok, vagy lennék, de ugye már egy hónapja velünk van a rendszer, és azt látjuk, hogy csodálatos, a nagyszerű lendülettel haladunk, már a részleteket dolgozzuk ki, és igen, a kezdet kezdetén mélyre ástunk
és nagyon jó rendszert alakítottunk ki. A rendszert különböző csapatokkal, különböző külsős emberekkel egyeztetve fejlesztettük, és látjuk, hogy az összetettsége és a körültekintés, amellyel összeállítottuk ezt a rendszert, ez nagyon különállóvá tesz bennünket, nagyon mások vagyunk, mint bármilyen más kereskedésre vagy fintekben elérhető megoldás. Én egy kicsit szeretnék most arról beszélni, mert egy kicsit beszéltem erről korábban is, de egy picit megmutatnám a rendszernek milyen mélységei vannak, és beszámolnék arról, hogy mi történik most, mit próbálunk elérni. Először is a rendszer, ugye egy mesterséges intelligencia rendszer, amely konkrét módszertannal készült, amely figyelembe veszi azt a holisztikus megközelítést, hogy hogyan működik a kereskedés, és mi minden egyes kérdésre válaszolunk, amit a kereskedők és a befektetők a kereskedéskor szem előtt tartanak. Én szeretném a 6 területet, a fő kérdést végigvenni veletek, hogy a piaccal kapcsolatban mi a nyilvánosságnak a véleménye, mivel foglalkoznak, és mik azok a területek, ahol jó, hogy a piacra hogyan tudunk lépni eladás-értékesítés kapcsán, és majd beszélek konkrét idővonalról is, hogy ezek hol vannak, amikor a rövid távú lehetőségekre, hogy van lehetőség, mikor van pontos lehetőség a belépésre, a kilépésre, ugyanakkor minden egyes pozíciót kezelnünk kell, hogy optimalizálhassuk a megoldást, mert csak gondoljuk végig, hogy a pozícióba belépünk, egy konkrét pozícióban és 3 perccel később valami új információ jelenik meg, és akkor felvetődik a kérdés, hogy tartsuk ki a pozíciót, vagy módosítsuk, és hát vannak az extrém helyzetek, szenáriók. Ez mind-mind olyan kérdés, hogy hol van értéke az értékesítésének, az eladási lehetőségeknek, hogy kilépjünk, vagy visszalépjünk, globális irányok mit mutatnak a kereskedők és a piacok kapcsán. Tehát mindig, amikor fejlesztünk valamit, akkor ezeket a kérdéseket tartjuk szem előtt. Ma a pozíciók kezeléséről akarok leginkább beszélni, de végigvinnélek benneteket, hogy mi történt a rendszerünkkel az elmúlt 1 hónap során, az előző hívás óta, egy fél pillanat. Ahogy jól tudjátok, vannak a technikai elemző szakértőink, az alapvető elemzést végző szakértőink, a piaci állapotot vizsgálók és a kereskedési algoritmusok. 2 új technikai elemzési és 4 új kereskedési algoritmussal bővítettük a rendszert, és a meglévőket is persze fejlesztettük tovább, úgyhogy kemény munkát folytattunk az elmúlt hónap során. De mi történt az elmúlt hónapokban a kereskedés vonatkozásában? Ahogy itt láthattátok, a piac maga nagyon lelassult. Ez mit jelentett? Azt, hogy a piac nem mutatott 2%-nál nagyobb mozgást. A kereskedés jelenlegi állapotában ez azt jelenti, hogy mivel több milliónyi USDT-t kezelünk, nem tehetünk ki nagy kockázatnak, mondjuk a 0,5%-os mozgás kapcsán, ugye óvatosnak kell lennünk, 2%-nál látjuk, hogy ez egy kis volatilitást mutató megoldás. A többszörös piacokon nagyon sok ellentétes nézet van azzal kapcsolatban, hogy a különböző státuszok, nem csak a kriptopiacok, egyéb piacok is hogy alakulnak. Most kivárás van. A legjobb, ami történhet ez alatt az időszak alatt, hogy az ember nem veszít rossz lépésekkel pénzt, és pont ezt tettük, a rendszer jól beazonosította, hogy ilyen a helyzet, pár döntést kellett hozni, de összességében tulajdonképpen
nullán vagyunk a döntésekkel, minden helyes a rendszerünk szerint. A megoldás az ilyen fajta helyzetekre az alacsony volatilitásnál az az, hogy a pozíciókkal kapcsolatban még körültekintőbbnek kell lenni, mert a 2% a mozgás, de ugye a kilépés meg a belépés az egy érzékeny terület, még az elmúlt hetekben is jobb eredményeket érhettünk volna el, mint az, hogy csak egyszer nullára jövünk ki, de ez hogyan is működik? Megint egy olyan témáról fogok beszélni, amelyet nem fogok nagyon részletesen ismertetni, csak felvázolom, hogy pontosan mit is teszünk, vagy mi a fő gondolat. A hagyományos megközelítésnél az ember úgy dönt, hogy belép, és amikor profitot ér el, akkor kilép. Meghatározunk saját magunknak a profitot és a veszteséget, a nyereséget és a veszteséget, és sok minden történhet a piacon. A piac mehet ilyen irányba is, de a vonalak között is mozoghat. És épp április óta ez történt velünk. A nyereség és a veszteség fogalom már önmagában nehéz, mert hogy nehéz látni az irányt, a mozgást. Ugye egy 1%-os vagy egy számadatos változásról beszélünk, de áprilisban azt vártuk, hogy a nem túl volatilis időszak alatt is profitabilis legyen a rendszerünk. Ahogy itt látható, minden forgatókönyv szerint a megközelítés az az, hogy a nyereséget fogja az ember, egy meghatározott szinten veszi ki, vagy ha nem történik semmi, akkor tulajdonképpen itt azt látjuk, hogy ebben a forgatókönyvben egy nyereség, öt veszteség egységet látunk, mert hogy nincsen profit. De van egy olyan megközelítés, ami azt mutatja, hogy értjük ezeket a forgatókönyveket, azt akkor használjuk ki. A rendszerünk azt kezdi el végezni, amit most itt mutatok a következő dián. A következő megközelítéssel él, ami a nyereséget illeti. Korábban ugye 100%-on értékesítettünk e helyet, most felbontjuk a nyereséget két részre, középen is, és a végén is értékesítünk. Nézzük, hogy a különböző forgatókönyvek milyen lehetőségeket, meg különböző dolgokat mutatnak. Az első forgatókönyvben a piac növekedett, 25%-ot veszítettünk a nem realizált profitból, de összességében mégis jó eredményt értünk el. A második forgatókönyvben, amikor nincs eredmény, akkor azt látjuk, hogy továbbra is 50%-ot értékesítünk, de a piac visszamegy nullára, akkor kereskedési leállást tudunk alkalmazni, és a belépési ponthoz közel kilépni. Ebben az esetben a helyet, hogy egy nyereség, három veszteség lenne, most itt minden forgatókönyv szerint nyereséget tudhatok magaménak. Nézzük csak, ha veszteség van, akkor mire lehet lehetőség, mit tehetünk? Belépéskor a piac ellenünkre alakul, akkor lemehetünk a meghatározott pontig, és ott értékesíteni. De ehelyett, amit mi próbálunk, hogy további 50%-ot vásárolunk tőkében, meg a veszteséget. Ez miért van? Mert a rendszereink azt mondják, hogy a piac nem a veszteség irányába fordul. Emiatt biztonságosan itt lehetünk, és még további 50%-ot vásárolunk, és amikor majd visszaugrik, akkor 150-en el lehet adni. És ahogy láthatjuk itt ebben a forgatókönyvben,
az új tőke segít bennünket nyereségessé válni. Amikor nem értük el a megállási veszteséget, amit meghatároztunk a kezdet-kezdetén, akkor minden egyes forgatókönyv hasznot hoz. Tehát az eredeti kereskedésben lett volna egy veszteség és két nem profitábilis kereskedés. Itt két profitábilis kereskedésünk van, és csak egy veszteség. Összességében ez a megközelítés a nyerési rátánkat 1-6-ból 5-6-ra javítja. Persze a veszteség kicsit magasabb lesz, a nyereség kicsit kisebb, de összességében az lesz a végkifejlet, hogy sokkal fejlettebb eredményeket érünk el. Ez pedig már a háttértesztelésen esik át, minden rendszert ellenőriztünk, most várjuk a további elemeknek a bevezetését, és szeptember elejével ezt az új megközelítést bevezetjük a rendszerbe, élő, tehát elérhető lesz, ezen dolgoztunk az elmúlt egy hónap során. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a rendszerünk hogyan működik, akkor nagyon sok különböző módszertan működik együtt, és 40 kvantnyi mennyiséggel dolgozunk azon, hogy folyamatosan fejlesszük a lehetőséget, a végső profitot, a befektetők és kereskedők tapasztalatát, eredményeit, hogy még sikeresebb eredményeket lássunk. A múlt hónap az nem volt nagyon volatilis, és ahogy mi említettük, nem vártuk azt, hogy átlag 50%-os eredményt érjünk el heti szinten, mert a teljes volatilitás nagyon alacsony volt, de majd ahogy a piac magához tér, ugye nagyon bizonytalan helyzeteket tapasztalunk most, várjuk azt, hogy ezek végével a rendszerünk jobban fog teljesíteni, és nem csak büszkék vagyunk erre a rendszerre, de azt is látjuk, hogy mindaz a gondolat, amit ebbe fektettünk, az végre ez a technológiai szoftver nagyon sok mindent képes elvégezni, hatalmas öröm ezzel dolgozni, látni, milyen jól teljesít, milyen eredmények vannak, és tudván azt is, hogy minden új megközelítést napok, hetek alatt be tudjuk vezetni. Jeremy? Edward? Egy dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni. A legtöbb ember nem ismeri fel azt, hogy az elmúlt 2,5 évben nagyon sok munkát végeztünk ezzel a mesterséges intelligenciával, és az emberek az eredményeket nézik, de még nem kéne, hogy legyen eredmény, vagy ha van eredmény, akkor teljesen véletlenszerű, hiszen még csak fejlesztési folyamatban állunk. Az Endotech csapat nagyon kemény munkát fektettek ebbe a folyamatban, és amikor beindul az élő kereskedés, most az AI-jal már elindultunk, és van egy pár dolog, amit Anna Becker említett, hogy pár dolog még hozzá lesz ehhez adva, és a következő évben ez tényleg menni fog. De amiről beszélünk, az még nem élő, nem aktív. Majd, ha beindul, akkor fognak emberek felismerni, vagy rádöbbenni arra, hogy azt a betyár mindenit, mert a folyamat során, közben mindig sokkal nehezebb meglátni a lehetőséget. Ugye Anna Beckeren, meg rajtuk is komoly nyomás van, folyamatosan küzdünk, de nagyon komoly munka lett letéve az asztalra. Tudom, hogy a csapat és a Jeremyvel, meg Iliával sokat beszéltünk erről, már majdnem ott vagyunk. Ez egy élő rendszer most már, amely teljesít,
vannak bizonyos feltételek, amelyek, hát ugye még nem tapasztaltuk, még nem raktuk be bizonyos feltételeket, de ez egy élő rendszer, amely kész, tetrekész, minden össze van kapcsolva. Láttuk az elmúlt hónapot, az egyik rendszer nem kapott elég adatot, az egyik elem nem teljesített elég jól, de hát ez az izgalom, ez itt van, hogy a rendszert életre keltettük, és a rendszer most már van. Úgyhogy akár azonnal lesznek az eredmények a kezdetektől kezdve, vagy pedig majd hosszabb időt vesz majd igénybe, hogy megfelelő eredményeket érjünk el. Hát ez egy nagyon stresszes kérdés, mert a legjobb eredményeket akarjuk az első pillanattól, az első naptól fogva elérni, de ha nincs elég volatilitás a piac részéről, akkor csak úgy lehet a leverage-et növelni, kockáztatunk, de ezt nem akarjuk. Nem akarunk olyan kockázatot vállalni, amelyre nem vagyunk felkészülve, valami hirtelen hír jön, és utána pedig az ember többet veszít, mint igazából kellene. Úgyhogy mi nem akarunk kikényszeríteni semmit, majd megvárjuk, hogy a piac visszatérjen a normálisba, és majd a rendszer akkor úgy teljesítsen, ahogy várjuk tőle. 3 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük a munkát, ugye, akkor megvolt a tervünk, volt egy ötletünk, egy gondolatunk, elkezdted a munkát a csapatoddal, és ez a gondolat ez az volt, ami egy vetületet képvisel, de ahogy elkezdtük a munkát, több és több réteg adódott erre, hogyha ez nem működött, akkor ki kell próbálni azt, ez több munka, mint amire az ember számít. Tehát ugye ez normális folyamat, hogyha valami újat épít az ember, újat fejleszt, hát akkor nem mindig a tervek szerint alakulnak a dolgok, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ha az embernek van terve, akkor mindennek terv szerint kell alakulnia, nem. Ha az ember új dologba kezd, új fába vágja a fejszét, akkor nem igazán tudja, hogy hova megy, csak megy, és majd lesznek, jönnek hegyek, völgyek. És ahogy mondtam, ugye Dél-Afrikára emlékszem, ugye azt mondták, hogy megérkeztünk, ők ezt mondták viccesen, nagyon izgalmas. Tudom, hogy a csapatod, Anna Becker, nagyon keményen dolgoztak éjjel-nappal, és végre, végezetül az utolsó szakasznál vagyunk, és szerettem volna azt is elmondani, hogy nem csak arról van szó, hogy a rendszer befutott, hanem az egész cég elérte azt a szintet. Mindenki együttműködik, értjük a módszertan, tudjuk, hogy a rendszert hogyan kell működtetni. Egyfajta élő szervezetről van szó, nem csak szoftverről van szó, egy teljesen új megközelítés. A piacok megértése, az összes elem, és amikor az ember más csapatokkal beszél, és megértjük, hogy mennyire messzire jutottak, én azt mondanom, hogy hát én nagyon türelmetlen vagyok amúgy, tényleg, mindent azonnal akarok, meg hogy kész legyen, de ezek a dolgok nagyon fajsúlyosak, és annak érdekében, hogy ezek működjenek, hogy tényleg funkcionálisak legyenek, hát ahhoz idő kell. Én nem akarok most bocsánatot kérni a közösség, től, hogy ilyen sokáig tartott ez, de értsétek meg, hogy ez tényleg időt vesz igénybe, nem volt garancia, hogy a rendszer majd fog-e működni egyáltalán, és például a piacok, hát ilyen dolgokra az ember nem tud előre készülni, hogy mi lesz, de reméljük, hogy a dubai eseményre már minden nagyon is jól fog alakulni. Jeremy és Ilja, mindig beszélünk erről, különösen az elmúlt pár hónap során, a regionális eseményeket követően az a teljesítmény, amit látni fogunk, a bejelentések olyan lendületet adnak nekünk, amit soha korábban nem láttunk. Tényleg komoly lendületünk lesz. Még csak be se indultunk, majd csak most fog beindulni a dolog. A Daisy készen áll, alakul arra, hogy megmutassa, hogy pontosan mi is a Daisy. Pontosan. Nagyszerű, nagyon jó, köszönjük a jó híreket, Anna Becker. Komoly munkát végeztek az elmúlt 3 év során, és ez az új áttörést jelentő AI, ugye elhangzott, hogy élő. A piaci feltételektől függ, amikor a megfelelő idő elérkezik, akkor kész lesz a piacra belépni. Jelen pillanatban ez nagyon ütős, erőteljes, nagyon várjuk az eredményeket, és Edward és Ilja, ugye nagyon sokan hívnak bennünket,
az ember mesterséges intelligenciát fejleszt, úgyhogy sok megkeresés van, sokan kíváncsiak, és a legtöbben azt, amire azt hiszik, hogy mesterséges intelligencia, az nem mesterséges intelligencia. Különbség van a jelzések, a szignálok között, hogyha bizonyos feltételek jelen vannak, akkor az kilépünk, vagy nem, az automatizálás, vagy egy launch gate. De itt tényleg mesterséges intelligenciáról van szó. A fintech világban nagy szereplőkkel, nagy játékosokkal beszéltél, és azt mondták, hogy tényleg nincs semmi ilyen. Amit Anna Becker és a csapata fejlesztett, az tényleges, valódi mesterséges intelligencia döntéseket hoz, értékel több ezernyi adatot, adatpontot különböző megközelítésből is egymással kommunikálnak. Ez nem létezik a piacon. Úgyhogy, srácok, ha a cél az lett volna, hogy mi csak egy profitábilis kereskedést akarunk, akkor egy kereskedőt is találhat az ember. Mi nem ezt akartuk. Mi fejlesztünk. Tényleges, piaci, elsődleges, egyedülálló, teljesen új, kizárólagos, mesterséges intelligencia alapú fintech kereskedési platformot. És amikor ez a történet beüt a piacra, a közösségi finanszírozási szakaszba, ez erről fog beütni. Tehát itt most nem a rövid távú kereskedés a cél, hanem arról, hogy olyas valamit hozzunk létre, amit soha korábban nem hozott létre senki. Másfelől pedig a megvalósítás vonatkozásában látjuk az eredményeket. Tudjuk, hogy a történet és az erő, az a fajta tőke, ami be van fektetve ebbe a történetbe, azt gondoljuk, hogy ez az igazi, tényleges, ütős dolog. Először is nagyon gratulálok Anna Becker, neked és a csapatodnak. Tényleg komoly áttöréseket értetek el. Soha nem hagytátok abba a fejlődést, mi hiszünk bennetek, ti is hisztek a projektben, és nagyon várjuk, hogy személyesen találkozunk az eseményeken mindenkivel, személyesen találkozunk a regionális eseményeken, a dubai eseményen, és le is járt az időnk, a tolmácsok miatt akkor befejezzük ezt a mai hívást. Edward írja, Anna Becker, nagyon szépen köszönöm. Daisy, szeretünk titeket, Daisy család, alig várjuk, hogy találkozzunk, és augusztus legyen egy igazi ütős hónap. Mindenkit Isten áldjon, hamarosan találkozunk.